Nagy az összefogás iskola kezdés előtt Dombóváron a baptista tevékeny szeretet misszionál. Akik részesei ennek az új esélyközpontnak, mindenki részesült ebben a segítségformában. Nagyon fontosnak látjuk azt, hogy olyan nehéz helyzetben levő családokat, akik tényleg komoly anyagi problémákkal küzdködnek, hogy legalább ilyen módon tudjuk őket segíteni. Ide hoztunk most 30 csomagot, ami ma szétosztásra fog kerülni, de egyébként már negyedik éve folyik a BTSZ-en belül ez a úgynevezett tanszer adománygyűjtés, aztán szétosztás. Idén 1000 csomagot készítettünk önkénteseinkkel együtt, és idáig kb. 2000 családot tudtunk segíteni az elmúlt években. Alapvető dolgok így van. Én magam is benne voltam a tanszer csomagok összeállításában, és nagyon figyeltünk arra, hogy olyan csomagokat állítsunk össze, amiket mi is szeretnénk kapni. Ez az alkalom nem csak azoknak csal az arcára mosolyt, akik kapják a segítséget, hanem azoknak is, akik adják. Igazából azért vagyunk itt, meghívott a baptista szeretetszolgálat, hogy jelen legyünk a csomagok átadásánál. Ez egy nagyon-nagyon nagy segítség a szülőknek, hogy iskolakezdésre kapnak a gyerekek támogatást, de én úgy gondolom, hogy ez nem csak a szülőknek, a gyerekeknek is élmény, hogy figyelünk oda rájuk. Nagyon nagy öröm számunkra, hogy a baptista szeretetszolgálat már évek óta fölvállalja a nehéz sorsú embereknek a gondozását, odafigyelését, és ez egy külön kis aranyos kis rendezvény, hogy a gyerekekkel együtt a szülők átvették ezt a csomagot. Valójában 19-ben, amikor megnyertük az önkormányzati választást, akkor a polgármester úr fölkért Humán Bizottság elnökének, amit elvállaltam, és azóta odafigyelünk a szociálisan rászoruló nehéz sorsú embereknek a gondozására, támogatására. Ezt átvette tőlünk nagy részben ezt a fajta tevékenységet a baptista szeretetszolgálat, és ezért külön hálásak is vagyunk. Ez egy nagyon nagy feladat, és emberpróbáló munka, én úgy gondolom, amit nagyon-nagyon ügyesen, nagyon jól csinálnak. Nem csak ilyen alkalmakon, egész évben folyamatosan gondozzák azokat az embereket, akik rászorulnak lelki segélyre, vagy akár szociális segélyre. Pintér Szilárd Dombóvár város polgármestere örül, ha a gyerekek majd boldogan kezdik meg az idei tanévet. A baptista szeretetmisszió jóvoltából az idei évben már harmadszor került sor tanszerosztásra itt az új esély központban Dombováron. Nyilván ez örömteli pillanat a gyerkőcöknek, a szülőknek és a városvezetésnek is, hiszen nem vagyunk magunkra hagyva, nem vagyunk egyedül, akik tudnak segíteni a rászorulókon. Remélem, hogy a jó példa ragadós, hiszen évek óta már a Nagycsaládosok Egyesülete, baptista szeretett misszió. Nyilván itt a máltaiak szerepvállalás és nagyon fontos Dombóvár életében teremtett egy olyan szociális hálót, amelyel megteremtődik annak a feltétele, hogy mindenkinek tele lesz a táskája, tankönyvet megkapják ingyen, tanszereket nyilván különböző csatornákon keresztül, és remélem, hogy hétfőn mosolygó gyerekek indulnak majd az iskolába Dombóváron. A gyerekek elmesélték, milyen jó dolgokat kaptak az eseményen. Filcet, gyurmát, kaptam ilyen szövegkiemelőt, vagy hát ez a... Akkor színes ceruzák, füzetek, meg kaptam még hegyezőt, radírt, és ennyi. Radírt, füzeteket, ceruzát, vonat is, fészet is, színest is. A tanszerosztás után frissítő üdítővel és szendvicssel kedveskedtek a szervezők.